most már talán több mint 10 éve, lehet, hogy 15 éve készülünk az ünnepre barokk zenével is, komoly zenével, és egy olyan kiváló együttes segít bennünket ebben, mint a Vashegyi György vezette Orfeó Kamarazenekar, most néhány szolistával, olyan evangélikus karácsonyi műveket hoznak ide, amelyeket lehet, hogy még sokan nem is ismernek itt a teremben, én legalábbis egyiket sem ismerem, és az meg különösen jó, hogy nem minden évben ugyanazokat a műveket halljuk, annak is megvan a szépsége, a karácsonyi oratórium az például megunhatatlan, de az biztos, hogy nagy felfedezés az, hogyha visszatekintünk, és egy picit megpróbáljuk megismerni azokat a gondolatokat, zenei ihletéseket, amelyeket akár századokkal ezelőtt zseniális zeneszerzők az utókorra hagytak. Nem egy koncertre hívtuk önöket, hanem egy közös karácsonyvárásra. És hogy miről is szól ez igazából, arról egy nálamnál sokkal avatottabb személy fog beszélni. Horváthegyi Olivért kértük föl, akit egyébként többen ismerhetnek innen az evangélikus gyülekezetből, ugyanis évekig itt szolgált a Bécsi kaputéren, most már Szentendrén lelkész, és őt kértük meg arra, hogy ossza meg velünk ünnepváró gondolatait, adventi gondolatait, és gyújtsa meg az első gyertyát a kerület adventi koszorúján. Hoztam egy igét. A mai vasárnap igéjét nagyon rövid ige lesz, akár meg is lehet tanulni. Zakariás könyvének 9. fejezetéből a 9. verset talán meg is lehet jegyezni. Így szól a mai vasárnap üzenetének bibliai háttere és igéje. Királyod érkezik hozzád. Meg szeretném nyitni felettetek a mennyet. Ennek a mai ünnepi hangversenyünknek, szép adventi együttlétünknek nem lehet ennél kevesebb a célja. Amikor megnyílik felettünk a menny, átjárhatóvá válik az evilági és túlvilági közötti út. Nem érdemes ezt túl misztifikálni, ám jó tudatosítanunk már itt advent elején, hogy ez bizony misztérium. Advent misztériuma. A várakozásnak a következménye. A ti várakozásotoknak a következménye. Az Istenre tekintő, az emberfiát váró ember hitének eredménye. Rorate céli de super et nubes pluant justum. Egek, halmatozzatok onnan felülről, és hújjon igazság a fellegekből. Advent első vasárnapjának délutánján, mielőtt felcsendül a muzsika hangja, egyet tudok tenni. Fölfelé mutatok. A szemeteket, a szíveteket oda fölfelé irányítom. Ennek a néhány mondatnak semmi más célja nem volt. És ha van benned annyi erő, és van benned annyi hit, és van benned egy adag nagy vágy, te is megláthatod, hogy a menny feletted már nyitva van, és valaki érkezik. Na ő a te királyod. Amen. Thank you.
Yeah.